Lilisulisok, olyan jó idő van végre, hogy kijöttünk a kertbe, de lehet, hogy szerencsétek van, akkor láttok mögöttünk mókust a fán, Mollika is itt van, és én pedig elolvasom Dorkának, hogy mi gyávába nyúlnál. Ti tudjátok, hogy mi gyávába nyúlnál? Te tudod, Dorka? Nem. Melyik állat gyávába nyúlnál? Na akkor hallgassátok meg. Egy sűrű, hatalmas rengeteg közepén lakott a nyulak kiterjedt nemzetsége. Tudjuk jól, hogy nem csak egyetlen erdőben élnek a nyulak, nagyon-nagyon sok erdő van, ahol ugyanilyen kiterjedt nyúlcsaládra lelnél, azonban ebben a bizonyos erdőben valahogy a szokásosnál is gyávább nyulak tanyáztak. Ha egy őzike véletlenül megriadt mellettük, már is az inukba szállt a bátorságuk. Ha meglátták egy csiga előre bukkanó szarvát, ilyettükben két mérföldet futottak egyfolytában. S elég volt egy falevél rezdülése, és hősnek nem nagyon nevezhető nyulaink úgy kezdtek remegni, hogy szinte abba se tudták hagyni. A legöregebb és legbölcsebb nyúl tanácsára elhatározták, hogy világgá mennek, és olyan helyet keresnek valahol a nap alatt, ahol nem kell többé félniük sohasem. Egy okos nyuszinak az jutott eszébe, hogy építsenek egy bárkát, és ússzanak ki a tenger közepére. De a többiek nem egyeztek bele, azzal érvelvén, hogy ott nincs se fű, se saláta, már pedig mihez kezd egy nyuszi saláta nélkül, no nem igaz? Meg aztán esetleg madarak is járnak arra, és akkor nem az őzektől, vagy a csigáktól, meg a levelektől, hanem a madaraktól riadoznánk, azoktól nagyon dobbanna a szívünk. De hát ez mégsem élet, síránkozott egy idős nyúluraság, aki mellesleg a leggyávább is volt valamennyi között. Nem bizony, kontrázták neki siránkozva a többiek is. Mindenki az életünkre tör, zokogta a leggyávább, s a többiek kórusban sivították rá. Az emberek, a kutyák, az őzek, a csigák, a falevelek, az árnyékunk. Egy szóval minden és mindenki haladszott innen és onnan is a keserű panasz. Belepusztulunk a félelembe, összegezték a gyáva nyulak. Nincs más hátra, világgá kell mennünk ebből az erdőből. És ezzel neki indultak. Ahogy mentek, mendegéltek, egyszerre csak egy nagy tó partjához értek. Hanem ahogy odaértek, a parton kuksoló békák figyelmesek lettek a közeledő nyuszi seregre, és ijedtükben egymás után zsupsz, 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 beleugráltak a vízbe. Hanem erre a főgyáva nyúl hirtelen megájtintett. Kedves nyúlbarátaim, emelkedett szólásra. Úgy látszik, elhamarkodtuk a dolgot, minek vándorolnánk el innen messze vidékre, hiszen ezek a békák még nálunk is gyávábbak. A saját szemetekkel láthattátok, hogy még tőlünk is megijedtek. Azt tanácsolom ezért, hogy hátra arc, térjünk csak vissza kedves megszokott erdőnkbe. Ne vágyjunk máshová, legyen jó nekünk az a hely, ahol születtünk. A nyulak és a nyuszik megfogadták a bölcs tanácsot, és szépen visszaballagtak katonás rendben az erdőbe. Azóta is ott élnek, néha megmegijednek még a saját árnyékuktól, nem mondom, de most már elviselik ezt, mert tudják, hogy náluk gyávábbak is élnek a földön. Na most már tudjátok, hogy mitől félnek a nyuszik leginkább. Sziasztok!